Ma egy nagyon populáris szabzsit fogunk készíteni, viszont ez nagyon időigényes. Ennek az a neve, hogy a húsimádó kedvence. Nagyon bizarr a neve, majd később beszélek róla, de elkezdjük csinálni. Nagyon sok dolgot ki kell sütni hozzá. Burgonyát, karfiolt, és padlizsánt és házi sajtot. Ezt mindet ki kell külön sütni forró zsiradékba. Hát ha lehet, akkor kókuszsírba vagy ghíbe. És kezdjük a krumplival. Hát ez már most fel van hevítve ez az olaj. És én úgy szoktam a krumplit sütni, ez ugye a burgonya, hogy viszonylag keveset rakok bele, hogy hirtelen süljön meg ropogósra. Ezek a krumplik, amik itthon teremnek, ezek a homoki krumplik, ezek viszonylag hamar megpuhulnak, és hogyha hirtelen sütjük őket, akkor jó ropogossá válnak. Szóval ez az egyik. A másik dolog a karfiol. A karfiolt azt hát lehet úgy is sütni forró zsiradékba, de van egy egyszerűbb módja, hogy sütőbe sütjük, sütőbe készítjük el. Bőolajjal. Tehát ebbe belerakom ebbe a shavingbe körülbelül egy a 12 liter karfiolt, és akkor olajjal megöntöm. Hát kell rá bőven, mert úgy fog ez is ropogósra sülni. Nem szabad, hogy főjön. És akkor ezt összekeverjük kézzel. Hát van, aki szereti kanállal keverni, de ezt kézzel jó keverni. Ugye nekünk mindig tiszta a kezünk, és hát energetikai szempontból is jobb, hogyha kézzel keverjük. Ez egy nagyon jó működő kis sütő. Be van állítva 200 fokra, és akkor 200 fokon fog így sülni. Ez meg kell keverni körülbelül kétszer, és akkor egy olyan 3-4 óra alatt kész van. Jó, majd ide visszatérünk. És akkor kell még majd egy harmadik dolgot sütni, a padlizsánt, de azt majd később mutatjuk be. Tehát ennek a húsivádó kedvencének az egyik összetevő anyaga az még a borsó. Azt mindig megfőzzük előre, hát hasonlóan, mint a Prabhupád szabzsinál. De a Prabhupád szabzsi az ilyen könnyebb, és ugye ott főtt, illetve páros zöldségek vannak, itt meg minden sült, kivéve a borsó. Tehát ez egy jóval töményebb szabzsi lesz, de a borsó az egy összetevő eleme, szóval fontos a borsó is bele. Kell bele valami könnyű, mert akkor már annyira tömény lesz, hogy nagyon nehéz lesz sokat enni belőle. Jó. Akkor a húsevő kedvence szabzsiba elkészült a krumpli, sült krumpli. És akkor most sütjük a padlizsánt. Ez nagyon jó minőségi magyar padlizsán. Nagyon erős olajba kell sütni. És nagyon keveset kell belerakni az olajba. Hát látjátok, ennek így kell kinézni. Így. Nem rakunk bele többet, tehát kell, hogy szellős maradjon, mert akkor sül gyorsan. Hát ha nagyon nagy lángunk lenne, akkor lehetne többet belerakni, de ennek a lángnak a kapacitása 3-4 kW, úgyhogy ebből ennyit lehet belerakni körülbelül. És akkor 3 sütésünk lesz. Na ez a jó padlizsán. Tehát legalább ennyire meg kell sütni. Ugye egyszer már volt egy ilyen kerti műsorunk, ott említettük, hogy
hogy ilyen halize van a paradicsának, ha nincs rendesen megsütve. A bűs zsiradékba nagyon erősen kell sütni, úgyhogy ilyen színe legyen. És akkor lerázni róla, amennyire lehet lerázni róla ezt a zsiradékot. És akkor ugye ebből jönnek ki a magok, mert a paradicsában benne van a mag, és akkor ezzel szoktuk szűrni, hogy tiszta maradjon az olaj. Látjátok, elég kevés van benne, és akkor jön a következő. Így. Hát az most belefér már. Két menetből ki fog sülni az összes. Tehát folytatjuk a húsevő kedvence szabzsinkat. Felhevítettük ezt a kis olajat, kókuszolajat, és rakjuk bele a római kömény. Tehát római kömény sok kell bele. Látjátok, két vagy három bőmarék, hát igazából három bőmarékot rakunk bele. Látjátok, hogy egészen majdnem elfogyott. Na és így kell pirulni, ez az igazi, amikor így pirul. De nem szabad sokáig magára hagyni, hanem rakni rá az egy evőkanál hinget. Így. Valamiért szereti ez a szabzsi, hogyha melegebb olajba rakjuk, mint a szob, meg a megszokottnál is a római köményünket. Közben, aha. És akkor rakjuk a zöld paprikát bele. Hát azt az egészet, az mind kell. Nézzétek, milyen jól néz ki így együtt. Ez a triumvirátus, ez nagyon szuper együtt. Ugye a római kömény, a hing, és akkor ez a zöld paprika. És hogy legyen egy kis csípése, rakunk hozzá egy nagyon kicsi csirit. Hát, egy kis kanálnyit. Mert ugye gyerekek is járnak ide. De ők se veszik észre. Tehát ez annyira csípős csak, hogy a gyomor érzékeli, hogy kellemes tüzet ad, de nem, a nyelv nem érzi csípősnek. Na, szóval elérkeztünk idáig. Amikor ez megvan, akkor, és közben vegyük, csak nézzük, csak itt sül a sajt. Így néz ki a sajt, amit most éppen Csabokra Buki vesz. Ez pont a jó kinézetű. És akkor jön a kurkuma, nagyon egy csapott evőkanál, és nekem most ez jutott, ez a tortaszedőkanál, mert elmosták a kanalamat. Mindenki nagyon szorgos, és állandóan elmossák a kanalakat, amiket használunk. Jó, tehát ennek a kurkumának nem szabad sokáig égni, ezért rögtön önteni kell a savót. Tehát öntünk bele savót, ennek ez a lényeg, hogy a savó legyen benne egy ilyen másfél liter savó, és ebbe fogjuk majd belerakni a sajtot. Akkor egy marék só, kettő. Köszönjük. És akkor ebből megvárjuk, míg felfor, és ebbe fogjuk belerakni a sajtot. Direkt ilyen nagyobbakra hagyjuk, mert akkor lehet belőle harapni. Elkészült a karfió. Nagyon szépen sikerült. Hát 3/4 óráig főtt, vagy sült. Látjátok, van benne színesebb, van kevésbé, de hát ilyen az élet. Színes. Hogyha kézzel megnézzük, akkor pont ilyen középkemény. Ugye nem szabad neki túlsülnie, hanem ilyen roppanósnak kell lenni, ezt úgy mondják a szakácsok. Úgyhogy ez elkészült. Hát most már csak visszarakom a sütőbe, hogy mert itt nincsen máshol hely, de nem sokára használni fogjuk. Na, akkor itt vagyunk a sajttal. Elkészült, és akkor belerakjuk. Hát még fogunk sütni, csak még nincs kész minden. Még egy sütés hátra van, de addig is legalább ezek áznak. Jó, lezárjuk, hogy egy kicsit gyorsabb legyen a folyamat. És akkor most rakom bele a tejszínt. Így.
Még ebbe is van, ezt is felhasználjuk. Ha látjátok, elég sok tejszín kell bele, egy olyan 4 liter körülbelül. De ennek ez a lelke, a tejszín. Jó. Még egy nagyon kicsit. Aztán még lehet pótolni, tehát ezt nem kell nagyon mérni. Amikor belerakjuk a karfiolt és a többi zöldséget, akkor derül ki, hogy mennyit vesz még fel. Jó, nagy lángon. Így. Én ilyenkor szoktam megsózni, hogy ne akkor, amikor már a karfió benne van. Hát ez kb. Egy ilyen 20 liter lesz, tehát... Köszönjük. Igen, de most még egyszer sózom, mert eddig csak a sajtnak a sóját raktam bele. Csak itt már mondták, hogy már sóztam egyszer, igen, egyszer már sóztam a sajt miatt, most viszont az összes többi zöldség miatt, tehát ez már a végső sózás. És akkor hozom a karfiolt, az előbb már néztük. Hát ezt így óvatosan kell, mert közben forró is minden itt. Így. És akkor keverünk rajta egyet. Jó, hát látszik, hogy még egy kis tejszín fog kelleni bele. Még rakok hozzá egy nagyon kis tejszínt, mert látszik, hogy fog szükséges. Így. És akkor most megvárjuk, míg felforr. És akkor látjátok, most már fel van forró. És ilyenkor belerakjuk a plusz zöldségeket. De még egy kis kurkumát rakunk bele. Ennek sötétebbnek kell lenni egy picit. Látjátok, ez olyan, mint a festészet. Igen, most már jó színe van. És akkor benne van a karfiol, belerakjuk a borsót, amit megfőztünk. Benne van a borsó. Azon is keverünk egy kicsit. Belerakjuk a padlizsánt. Ugye ez a sült padlizsán, amit készítettünk. És legvégül pedig a sült krumplit. Így. És akkor összekeverjük. Hát a krumpli felfogja majd még inni a levét, és akkor nem lesz ennyire, most egy kicsit ilyen híjnak tűnik, de gyakorlatilag itt a szabzsink. Még amit kell belerakni, az őrölt koriander. Úgy látszik, ma ilyen napunk van, ilyen őrölt korianderes nap. Egy-két evőkanálnyit, ízlés szerint, de nem raktunk bele sokat. Jó, és akkor elkészült.